Sziasztok! Örülök, hogy ismét itt vagytok velem. Immáron második alkalommal jelentkezem az Európai Hulladékcsökkentési Hét kapcsán, ugyanis az eseménysorozaton belül kettő programot szerveztem. Az egyik, ahogy a korábbi videómból is meg tudtátok nézni, egy közös vásárlás volt a cél, a csomagolásmentes vásárlás. A másik pedig egy Zero Waste Home Tour névre hallgató program volt. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét célja egyébként az, hogy minél több emberrel megismertessük azt, hogy hogyan élünk, hogyan teszünk a környezetünkért, hogyan csökkentjük a hulladékot, a saját kis mikrokörnyezetünkben. Ennek kapcsán szervezett két esemény egy pici bepillantást tud nyújtani a saját háztartásomba is az érdeklődőknek. Azt gondolom, hogy a szemét mennyiségének csökkentése mindannyiunk felelőssége. Nem csak az ilyen kampányok alkalmával kellene a szemetünket, szemétmennyiségünket csökkenteni, hanem gyakorlatilag folyamatosan az életünk minden egyes pillanatában erre kellene törekednünk. Nem az a cél, hogy mindannyian tökéletes, zero waste életmódot folytató családok, emberek, egyének legyünk, hanem az lenne a cél, hogy mindenki a saját maga egyéni felelősség vállalásának keretén belül megtegye a konkrét lépéseket, és erre biztatok én is mindenkit, és próbálom elérni azt, hogy minél többen lássák azt, hogy nem nehéz így élni. Egy icipici környezettudatosság, egy pici gondolkodásmódbeli változás, szemléletmódbeli változás, amire szükségünk van, és nagyon bízom benne, hogy ezek a videók, ezek a kampányok, ezek a különböző közösségi programok egyre több emberben megmozdítanak valamit, és rávisznek arra minket, hogy igenis tudunk tenni azért, hogy egy élhetőbb, szebb környezete legyen, és nem csak nekünk, nem csak magunknak, hanem a saját gyerekeinknek is. A Zero Waste Home Tour program keretében olyan embereket láttam vendégül, akik kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan élünk mi, hogy milyen a háztartásunk, hogy néz ki valójában, kézzelfoghatóan ez az életmód. Ahogy látni fogjátok a videóban, az érdeklődők valóban érdeklődők voltak. Jegyzeteltek, kérdeztek rengeteget, próbálták tényleg a legapróbb kulisszatitkokba is próbáltak belátni, és természetesen mindent megmutattam nekik, semmi titok nem volt, megmutattam a hibáinkat, megmutattam nekik, mi az, ami még nem működik nálunk, mi az, amit szeretnék elérni, de megmutattam természetesen azt is, hogy mik azok a dolgok, amik már nagyon-nagyon jól működnek. Az ilyen igazán érdeklődő résztvevőkből láttam azt, hogy erre van igény, hogy tényleg érdekli az embereket az, hogy lehet ezt a zero waste életmódot igazán a valóságban megvalósítani, hogy lehet ezeket a célokat elérni. Engem nagyon boldoggá tett az, hogy láttam az érdeklődő tekinteteket, hiszen ez egyértelműen megmutatja a nyitottságot a környezettudatos életmódra való áttérésre. De lássuk azokat a pillanatfelvételeket, amik megmutatják, hogy milyen jól tud sikerülni egy ilyen egyszerű kis program. Remélem tetszett nektek ez a videó is, és maga a program is. Hasonló eseményeket egyébként mindenképpen tervezek még szervezni, hiszen nagyon nagy volt az érdeklődés csak erre a Zero Waste Home Tour programra. Több mint 50-en jelentkeztek. És hát ez teljesen hihetetlen számomra, és nagyon-nagyon köszönöm nektek, de ezt látnotok kell, hogy azért vannak a lakásunknak fizikai korlátai, és azért nem tudtam megoldani azt, hogy egyszerre mindenki eljöjjön. Úgyhogy lesz még folytatás. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, nyomtatok lájkot is akár, sőt, talán még meg is osztottátok, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a gondolatok, és nagyon bízom benne, hogy még sok-sok embert fognak inspirálni. Köszönöm, sziasztok!